próbálnak a Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai. Az idei esztendő számukra is kihívásokkal volt tele, hiszen a járvány miatt a személyes kontaktusok elmaradtak a diákokkal. Skype-on zenét tanítani és tanulni pedig nem a legideálisabb állapot. A hangminősége nekem az okozta a legnagyobb problémát, a hangminősége, mert én zongorát tanítok, hallom, hogy milyen hangot játszik, még látom is, hogy milyen újjal, de nem tudom, hogy milyen az a hang maga, de egy magánénekesnek, hogy pozícióba teszi-e a hangot az énekes. A fúvosoknál ugye nem biztos, hogy látja, hogy a hasába veszi a levegőt. Tehát meg a kontaktus az nagyon-nagyon fontos egy levegővételnél, úgy tanítja meg a tanár, megfigyeli. Tehát szerintem ez nehéz dolog. Sokféle hangot lehetett hallani. Volt olyan tanár, aki azt mondta, hogy nagyon jó, élvezi ezt. Én kevésbé élveztem. Abban a szempontból jó volt, hogy rengeteg új dolgot is megtanultunk. Tehát a digitális kompetenciánk, hogy így mondjam, az fejlődött. Én például YouTube videókat tettem föl, és az nagyon hatásos volt a gyerekeknél, hogy ott mutattam, felvettem magamat, és hogy mik a tipikus hibák, vagy amiket láttam órán, és hogy ezt ne így csináld, hanem úgy csináld, és az tudtak fejlődni a gyerekek, úgyhogy egyértelműen. Ez nem egyszerűen oktatás, hanem itt a gyerekekkel tényleg így nagyon szoros kapcsolatunk is van. Van, hogy másnak nem mondanak el dolgokat, amiket nekünk igen, vagy pedig a zenében kijönnek azok a dolgok, kijátsza magából azt, amit máshol nem tud. Ha zenét nehéz tanítani ilyen módon, akkor táncot még inkább. Szarva Szilvia táncpedagógus keze alatt közel 100 gyerek dolgozik rendszeresen. Amikor azon a bizonyos péntek estén megtörtént a bejelentés, hogy akkor mi most már hétfőn nem találkozunk, akkor hát először egy jó adagot sírtam, mert hihetetlen nagyon kétségbe estem akkor, és hát zakatolt a fejemben mindenféle gondolat, és másnap reggelre már úgy ébredtem, hogy mondókákkal a fejemben, hogy a piciknek milyen mondókára miket tudok kitalálni, illetve a nagyok milyen speciális feladatot tudnak kapni, és kidolgoztam akkor egy táblázatot, amiben 4 típusú feladatot gyűjtöttem a gyerekeknek minden hétre, hogy legyen benne kreativitást fejlesztő feladat, amit szabadabban végezhetnek, legyen benne olyan, ami a kondíciójukat, a fizikai képességeiket szinten tartja, legyen olyan, ami egy picikét ismétlés, amit eddig tanultunk, egy kis ismerős anyag, amit újra át tudnak otthon nézni, illetve valamennyit haladjunk azért új anyaggal is. Na hát ez így ment az első néhány héten, miután rájöttem, hogy azért ez sok lesz, pedig úgy tűnt, hogy ez nem sok, aztán mégis kiderült, hogy igen. Tehát amennyire nekem új volt ez a helyzet, legalább annyira új volt a szülőknek, a gyerekeknek, és akkor szépen lassan elkezdtem engedni ebből a követelményből. És hát most ott tartunk igazából, hogy nagyon örülök annak, hogyha hetente visszajelzést kapok, és szerencsére kapok, és ők döntik el, hogy most hol tartanak, és melyik az a típusú feladat, tehát több lehetőséget adok, és ők döntik el, hogy mi az, amivel elmélyültebben tudnak foglalkozni. Én azt gondolom, hogy először is fel kell mérnem, vagy meg kell ismernem, hogy mit éltek meg a gyerekek, mert biztos, hogy van köztük olyan, akiknek ez az oktatási forma mégiscsak jobb volt, valamitől jobb volt, vagy mást hozott. Ezt látom onnan is, hogy közben volt egy online országos táncverseny, amire a gyerekek saját koreográfiákkal nevezhettek, és bizony olyan tanulók készültek el munkákkal, és fektettek bele iszonyatos energiát, akik évközben a hagyományos oktatási rendben talán nem teljesítenek ennyire elmélyülten, ennyire jól, ennyire eredményesen. Úgyhogy biztos, hogy figyelembe kell venni ezt is, és valahol ötvözni kell a két oktatási forma előnyeit. A jövő tanévre való jelentkezés ideje most érkezett el. Meg kellett oldani azt, hogy hogyan lehet jelentkezni. Eddig ugye egy jelentkezési lapot kellett kitölteni, meg hangszerbemutató is volt. És választhattak a gyerekek hangszert, a táncnál ugye máshogy oldjuk meg, de jelentkezési lap mindenképpen. Most ezt online felületen, a Drive felületünkön csináltuk ezt meg egy jelentkezés, online jelentkezési lappal, és ezt a www.bonyhadiművészetiiskola.hu oldalon el is lehet érni. Ott is lehet jelentkezni, kitöltik, és beérkezik hozzánk a jelentkezési lap. Úgyhogy mindegyik művészeti águnkra lehet jelentkezni, most már 4-re, eddig 3-ra lehetett, most már 4-re lehet jelentkezni, bővültünk a színművészeti águnkat. Általában évente 35 új növendékünk van, és szerintem ott tartunk körülbelül, mint eddig. Szerintem ugyanúgy van a jelentkezés eddig, mint korábban. A zongora és az ütő, a hangszerek közül a táncból a modern tánc, második helyen van a néptánc, a táncból, hát a grafika is ugyanolyan népszerű, mint volt. Színjáték tanszak az ugye még hirdetjük, de azért még nem nagyon tudnak róla, úgyhogy egyre kevesen jelentkeztek.